komótosan foglalják el új helyüket ezek a fiatal sertések. Talán nem tudják, de szinte minden nappal drágább lesz a tartásuk. A húságazatban úgy számolnak, hogy az önköltség kétharmadát, néha háromnegyedét teszik ki a takarmányra fordított összegek. Azok pedig egyre nőnek. Az elmúlt időszakban eltérő mértékben 40% és 70% között drágultak. A Hússzövetség elnöke szerint ezt az állattartók már nem tudják kigazdálkodni, így kénytelen átterhelni a vásárlókra. Hogyha egy állatnak az előállítási költségének kétharmada, háromnegyede a takarmányozás önköltsége, és a takarmányárak hát mondjuk fölmentek már eddig is ilyen 40%-kal, akkor lehet látni, hogy körülbelül mennyivel kerül köbbe előállítani egy gazdának az élő sertést mondjuk, vagy a baromfit. Úgyhogy azt sajnos nem 1-2%-os áremelkedésről van szó. Itt egy ennél nagyobb szintű, de időben valószínűleg elhúzódó áremelkedési folyamatról beszélünk. Az árnövekedést pedig nem csak ezek a tényezők, hanem a koronavírus miatt vészesen lecsökkent kereslet is előidézte. Mivel éttermek, szállodák hónapokra bezártak, a feldolgozóiparban túlkínálat alakult ki. Az ország legjelentősebb csirkehús előállítója, a kisvárdai Master Good csoport értékesítési eredményei is visszaestek az elmúlt másfél évben. A vállalat tulajdonosa azt mondta, a gabona drasztikus áremelkedése miatt elkerülhetetlenné vált a drágulás a boltokban is. Arra lehet számítani, hogy a következő hónapban bekövetkezik egy 10%-os áremelkedés, amelyet a július-augusztusi igazi dömping hónapokban, amikor a nyári szezon és a nyári fogyasztási csúcs miatt tovább fog pörögni a kereslet, erre még rájöhet egy másik 5-6-8%-os további árdrágulás, és mielőtt valaki azt gondolja, hogy most aztán a baromfisok teletömik a zsebüket, és rengeteg pénzt fognak keresni, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kétszer meglépett összesen 15-20%-os áremelés, az pont arra lesz elég, hogy a 30-40%-os takarmány ár növekedést kompenzálja. A drágulás a vásárlók körében legnépszerűbb termékeket fogja érinteni. Így az előrejelzések szerint egy kiló csirke mellért nyártól mintegy 1900 forintot, egy kiló csirke combért körülbelül 900 forintot, míg a sertéskaraért több mint 2000 forintot fizethetünk. Bárány László hozzátette, a baromfi ágazat különösen nehéz helyzetben van jelenleg, hiszen Európában egyre nagyobb területen terjed a madárinfluenza. Mint mondta, vannak olyan országok, ahol a pulyka, a liba és a tyúk állomány harmadát le kellett tölni. Így ezek az országok a következő hónapokban biztosan jelentős behozatalra szorulnak.